A legfontosabb dolog, amit ilyenkor el kell mondani, azon túlmenően, hogy mindig nagy öröm a új és jó könyvnek örülni. Ugye a mai könyvbemutató Gagyi Ágnes a Válság politikái új kelet-közép-európai mozgalmak globális perspektívában című könyvének a könyvbemutatója lesz. A szerzőt itt üdvözölhetjük, aki a Göteborgi Egyetemen dolgozik szociológusként. De most mielőtt még bemutatnám, hogy kik vesznek részt ebben a beszélgetésben, előtte van egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani. Mégpedig egy könyv megszületése a szerző halatlan sok erőfeszítésén túl mások munkájához is kötődik. El szoktuk felejteni, most nem így fog történni. Tehát a Napvilág kiadó jelentette meg ezt a könyvet, és külön köszönet tett érdemes Schneider Márta Napvilág igazgatója. Köszönjük meg, igen. Ugyancsak a Napvilág kiadótól sok szeretettel köszöntjük Prozinger Líviát, aki ott hátul még azt is megteszi, hogy árusítja a könyvet, tehát hozzá kell fordulni majd utána. Svébis Bence a felelős szerkesztő, aki gondozta ezt a kötetet. Köszönjük meg neki is. Jankovics Milán tördelő tipográfia és borítóterv. Szintén nem semmi, hogy ez a munka elkészüljön. Itt ül Szelényi Iván is, aki lektorként is támogatta a könyvet. Ez is nagyon fontos. És akkor így egyben mondanám, mert ugye nyilván van egy pénzügyi oldala is, hogyha már ilyen piaci társadalomban élünk. Az MTA könyvpályázata, az NKA és a Politikatörténeti Alapítvány is hozzájárult ennek a könyvnek a megjelentetéséhez. Tehát köszönjük nekik is. És akkor gyorsan bemutatnám a panel résztvevőit is. Itt úr közöttünk Kovai Melinda, aki az ELTE Szociológián intézetében tanít. És ő lesz az egyik résztvevő. Igen. Még egyszer Gagyi Ági, akit már bemutattam. Gagyi Ági mellettül Szelényi Iván. Nagyon szépen köszönjük. És mellettem ül Böröc József, aki ugye a Rutgers Egyetem professzora, és ő lesz még a harmadik résztvevő. És én pedig Meleg Attila vagyok, és az Eszmélet folyóiratnak vagyok a szerkesztője. Ugye még egy dolgot előre bocsátanék. Azt gondolom, hogy egy könyvbemutató mindig kellő figyelmet érdemel, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy mindenkinek, akik ebben a panelben részt vesznek, 20 percet mindenképpen engednénk nekik, hogy el tudják mondani azt, amit a kötet kapcsán fontosnak tartanak. Mielőtt ez megtörténik, nem tudom, Ági szeretnél-e valamit még előre bocsátani még, vagy elkezdhetjük akkor a beszélgetést. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy mi köszönjük, fordítva van. Jó, és akkor nekem az lenne a javaslatom, hogy kb. Akkor ebben a sorrendben haladjunk, hogy Melinda kezdené, utána Szelényi tanár úr, és utána pedig Böröc tanár úr. Rendkívül demokratikus szervezetként ezt a javaslatot, hogyha nincs vétó, akkor megtesszük, akkor József Melinda azt javasolta, hogy te kezdenéd. Akkor átadnám a mikrofont Böröc Józsefnek. Nagyon szépen köszönöm. Akkor maradnék inkább így, jó? Jó, hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. És hogy a mondani valóm summázatát rögtön az elején elsüssem. Cervantes szerint a tudós egyetlen földi jutalma a kartársak irigysége. Én ezzel nem értek egyet, mert legalább még egy földi jutalma van a tudósnak. Nevezetesen, hogyha az az érzése támad, hogy az általa javasolt, képviselt, használt beszédmód konkrét érzékelhető hatással van mások gondolkodására, és ebben az esetben lehet, hogy
talán módosult tudatállapotban vagyok, de van egy olyan érzésem, hogy erről van szó. Tehát egyszerűen terjed egy bizonyos típusú beszédmód, és nagyon örülök, hogy ennek én is része vagyok. Úgyhogy külön köszönöm Áginak ezt a jutalmat, mert ez egy igen kitűnő úgymond manifestációja ennek a beszédmódnak. Nem kisebb szerintem, mint történelmi jelentőségű esemény ez a mai, legalábbis a magyar társadalomtudományokban, ugyanis a saját skáláját tekintve nem globális természetű fogalom, nevezetesen nemzeti szinten szerveződő társadalmi mozgalmak, globális beágyazottságáról szóló könyvből beszélünk. Ez, tehát az, hogy nemzeti szinten, vagy egy társadalmi szinten megnyilvánuló fogalmak globális hátterét elemeznénk, ez nem jellemzi egyelőre túlnyomó többségében legalábbis a magyar társadalomtudomány, sőt a kelet-közép-európai társadalomtudomány, vagy általában a társadalományokat sem. Továbbra is uralkodik a konténer társadalmi felfogás, vagyis az az elképzelés, hogy a világ társadalmai zárt egészet, vagy többé-kevésbé zárt egészet alkotnak, és a szellemző feladata, hogy ennek a bizonyos zárt egésznek a belső folyamatait elemezze. Nem így vagy Ágnes, aki közvetlenül kihívást intéz ez ellen a megközelítésmodell, és így kitűnő, magas színvonalú könyv formájában teszi ezt. Rendkívül okos, magával ragadó könyvről van szó, tele borzongatóan eltalált hajszálpontos megfogalmazásokkal, kulcsfogalmakkal. Ha van igazság, akkor ennek a könyvnek a 10-15 kulcsfogalma része lesz a magyarországi társadalomtudományos beszélt nyelvnek. Nagyon remélem, hogy ez így is lesz. Hozzáteszem egyébként, hogy plasztikus, kifejező, meggyőző nyelven megírt könyvről beszélünk, és ebből minőségében is kifejezetten kivételt képez a túlnyomó többséghez képest. Hozzátenném még azt is, hogy meggyőződésem, hogy tankönyv szerepet kellene, hogy legyen ennek a könyvnek abban az értelemben, hogy egy ilyen szöveg megjelenése után nem tartom különösebben elképzelhetőnek azt, hogy hogyan lehetne például mondjuk a magyar társadalom politikai életéről, ezen belül a különféle politikai mozgalmakról szóló tanulmányokat végezzen valaki, legyen az akár politikaszociológia, akár politikai pszichológia, akár politikatörténet, akár pedig horribile dictu politikatudomány, e-könyv forgatása nélkül. És ennek nyilván a leghatékonyabb módja az lenne, hogyha beemelnék a politikatudományi kurikulumba ezt a szöveget. Nem túlzásként mondom, hanem valóban így gondolom, méghozzá a következő okoknál fogva. Először is rendkívül jól átgondolt mátrixát vázolja fel, a tágértelemben vett tématerület, és az egy tématerületet körülölelő fogalmi kontextus irodalmának. Tehát ebből a könyvből a közvetlen témáján túl megtudhatjuk azt is, hogy egy rendkívül koherensen és éles fogalmakban gondolkodó szerző hogyan gondolkodik az összes ezzel a távolról is akár összefüggő tématerületről. Kommentárokat ad az elmúlt 30-40 év magyarországi társadalomtudományáról, és beleágyazza az angol nyelvi szakirodalomba. Ez nagyon ritka madár, még globálisan is. A magyarországi szakirodalomhoz képest, legalábbis ahhoz képest, ami eljut hozzám, megdöbbentően pontos fogalmakkal dolgozik. Ez hozzájárul a megírás módja is, azoknak, akiknek nem volt még kezében a könyv, mondom, hogy olyan szövegről van szó, amelyben minden egyes fejezet egy kulcsfogalommal indul, melynek plasztikus, világosan érthető definícióját megadja a szerző az első bekezdésben, utána kifejti, hogy erről mit gondol, hogy függ össze a többi releváns fogalommal, majd a fejezet végén összefoglalót ad erről. Tehát kifejezetten tankönyvszerűen használható a szöveg, de ezzel nem azt mondom, hogy ne volna élvezetes olvasmány, de kitűnő olvasmány. Tehát kifejezetten behúzza az olvasót olyan szöveg. Hát feltéve persze, hogy érdekli az olvasót a társadalom. Na most a könyv empirikus anyaga egy magyar-román összehasonlítás, történelmi összehasonlító szöveg, tehát nem csak egy időpontról beszélünk, hanem egy bizonyos periódusról.
amely közvetlen kontextuális tudáson alapul, és így is méltó kétnyelvű kompetenciát mozgósít. Ez is ismét csak rendkívül ritka jelenség nálunk. És végezetül azért gondolom tankönyv funkcióra alkalmasnak ezt a szöveget, mert egyszerre informál a valóságról, tehát mondja el azt, hogy a szerző mit gondol arról, hogy mi történik a társadalmi mozgalmak vonatkozásában globális szemiperiférián, konkrétan Kelet-Közép-Európában, és egyben mintát és példát ad arra, hogy hogyan kell egy társadalomtudományi monográfiát megírni. Tehát egyszerre a benne foglalt tartalom, tehát a valóság darab, ami megjelenik benne, hallatlanul jól, ami miatt érdemes tanítani, másik pedig, hogy lehet rajta tanítani, és hogy hogy írjunk könyvet. Itt meg is állhatnék, de csak a beszélgetés kedvéért, meg remélem még nem töltöttem ki a 20 percet. Még megemlítenék egy dolgot, ami végig foglalkoztatott egy kicsit. Ez az, ami akkor történik, amikor az ember olyas valaki olvas egy könyvet, aki maga is bele ártotta magát a téma bizonyos szempontokból a témával. Ez pedig a globalitás beemelésének kérdése, és ezen belül konkrétan a fél-periféria problémája. Na most szigorom, tehát mondjam, sarkosan fogalmazva. Hoppá, ja igen. Tehát többféle, az, hogy azzal, hogy azt mondjuk, hogy beemeli a globális szempontokat, azzal még nem mondtuk el, hogy hogyan teszi ezt, milyen módon, és legalább négy különböző módja van ennek. Az egyik mód, amelyik úgy közelíti a problémát, hogy a totális rendszer dinamikáról beszél. Tehát magyarul csak a világrendszerről beszél, ekkor tárgya ennek az elemzésnek a világrendszer történeti átalakulásának dinamikája. Ennek az a hátránya, most a mi nézőpontunkból, hogy ennek a fajta megközelítésnek szigorú értelemben nem tárgya, hogy ezen az elvontsági szinten belül, vagy ez alatt, egy kisebb skálán mi történik. Tehát, hogy konkrétan úgy nagyon nem mond el semmit arról, hogy konkrétan mi most ki ellen és hogyan és miért tüntessünk. Mondjuk ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva ez. Egy ilyen a kritikusai által holisztikus determinizmusnak nevezett elemzésmód, ami arról beszél, hogy a világ hogy változik, a világ egészét véve egységnek. És csak erről beszél. Ez a megközelítésmód egy rövidke fejezet erejéig találja meg az útját a könyvbe, nevezetesen abban a részben, amely az USA világhegemónia válság lecsengése által keltett válság kérdését illeti. A következő lehetséges beemelés, a globalitás beemelése az, ha arról beszélünk, hogy a világ egésze és ennek valamely alrendszerek közötti viszony milyen. Ez az alrendszer lehet például integrációs rendszer, mint az EU, de lehet egy hibásan egyébként nemzetállamnak nevezett állam is. A szöveg jelentős része erről beszél, ebben a elemzésmódban működik. Na most ezen kívül a harmadik lehetséges mód az, hogy az egyes társadalmak külső viszonyainak a belső jellegzetességekre gyakorolt konkrét hatását elemezzük. Ez rendkívül szellemes, és a mi esetünkben, a mi társadalmaink esetében kulcsfontosságú probléma, és ez is központi tárgyát képezi ennek a könyvnek. Végezetül a globalitást beemelhetjük úgy is, hogyha másról nem beszélünk, csak egyes társadalmakról, de egynél többről, és a két társadalom kiválasztásakor tekintetbe vesszük e két társadalom globális rendszerben elfoglalt helyét. Ami szintén jellemzi ezt a könyvet. Tehát ez csak azért zongoráztam ezt végig, mert azt akartam jelezni, hogy a könyv szerzője elképesztő, hogy mondjam, brilliáns módon ismeri és használja az összes globális elemzésmódot, és a maga helyén tökéletesen jól és klasszikusan emeli be. Most kitüntetett szerepet játszik mindebben a félperiféria fogalma. Ehhez szeretnék záráskor egy néhány megjegyzést tenni. A könyvből kiderül, hogy a félperifériát jellemzi, hogy a külső függőség belső társadalmi szervezőerő, jellemzi a fejlődési vagy felzárkózási illúzió, jellemzi a függő fejlődés, a politikai külső függés, a hegemónia és gyámság fogalma,
a strukturális heterogeneitás, vagyis a társadalmak belső integráltságának alacsony szinte, tehát heterogeneitása, a köztes vagy közepes gazdasági fejlettség a világon egészén belül nézve, és a globális transfer, vagyis átadó funkció, tehát a félperiféria közvetít mintegy a centrum és a periféria között. Nem említi, vagy legalább vagy elkerülte a figyelmet, ha ez így volna, akkor majd ezután kérek elnézést, de akkor is mondom, legalább majd cáfolj meg. A szabadalomnak azt a részét, amely arról beszél, hogy a félperiféria az egy ilyen sajátos félperifériás turbulencia helyszíne volna, semi-peripheral turbulence, ahol a globális társadalmi konfliktusok kiemelten jelentős mértékben nyilvánulnak meg. A következő dolog, amit az a szakirodalom pedzege, hogy úgy tűnik, mintha speciális szerepe lenne a félperifériának az államszocialista kísérletek kidolgozása és megvalósítása, majd tönkretétele, tehát az államszocialista történelemben. És a harmadrészt még azt is megemlíti, hogy a szakérnek van egy olyan része is, ami azt is mondja, hogy a félperifériának különleges szerepe van a háborúk konkrét kiváltásában. Miért mondom ezt? Hát azért, mert kezdjük ott, hogy ugye az, hogy félperiféria az ebben a formában elemzési fogalom, és egyben metafora, hiszen nem definiáltuk, hogy ez alatt pontosan mit értünk. Leggyakrabban azt az elemet szokták kiemelni, hogy olyan, mint egy olyan közepes fejlettségi szintet jelent, tehát a legszegényebbek és a leggazdagabbak között úgy, mint egy félúton elhelyezkedő országokról van szó. Csak azért, most ma délután azzal szórakoztam, hogy megnéztem a legutolsó számú rendelkezésre adatok szerint a világ egyfőre jutott GDP átlagának 75 és 150 százaléka között, tehát egy nagyon szűk sávot veszek alapul, 30 ország található, hogyha a konvencionális 50 és 200 százalékos sávot tekintem, akkor pedig további 29, vagyis összesen 59 ország van a félperiféria, hogy mondjam, foglal helyet ebben a kritérium szerint a félperifériában. Ezek közt olyan apró törpe minoritások is jelen vannak, mint a Kínai Népköztársaság, Brazília vagy az Orosz Föderáció. Ezt csak azért említem, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy mondjuk magunkból kiindulva, hogy egy teljességgel jelentéktelen futottak még dologról lenne szó. Az emberiség jelentős százalékban félperiférián él. Na most ebből még további, hogy mondjam, ilyen kötözködést is le lehetne vezetni. Valószínűsíthető, hogyha ilyen alapon akarnánk összehasonlítani, akkor félperifériás jelleg, vagy egyfőre jutó GDP tekintetében nem Románia lenne a legközelebbi összehasonlítási alap Magyarország számára, hanem most fogózkodjon meg mindenki 2008-ban, az Orosz Föderáció volt legközelebb egy fölejtő GDP-ben Magyarországhoz, és e körül volt még Bulgária, Horvátország és Uruguay, nagyjából ezek azok, amiről beszélünk. De hát egyéb szempontok is felvethetők, hiszen önmagában a jövedelem szint az nem determinál mindent, itt egyéb funkciók is vannak, például a világban elfoglalt súly, és hogyha ezt veszük alapul, akkor ugye megint újabb, tehát átalakulna az elemzési rendszerünk. Ha ezt is tekintetbe veszük egyébként, akkor Magyarországnak Bulgária lenne a legközelebb összehasonlítási pontja, és Románia azt hiszem csak utána az ötödik vagy hatodik legtávolabb, vagy legközelebbi Magyarországhoz ilyen tekintetben. De nem is ezért, igazán ezért akartam ezt percegetni, hanem, és ezzel be is fejezem, hanem csak föltennék egy kérdést úgy valamennyiünknek, hogyha ennyire fontos a félperiféria, például mondjuk a mi világunkban, például mondjuk román-magyar összehasonlítás volt államszocialista közegben, így Kelet-Közép-Európában, akkor az elképzelhető-e, hogy egy adott ponton nem csak az elemzési kiválasztásnak lesz ez az eszköze, hanem például tartalmat is ad a társadalmi mozgalmaknak. Tehát mondjuk elképzelhető-e az, hogy mondjuk a Puskás Ferenc stadionba kitóduló magyar népesség nem azt fogja kiabálni, hogy Ria, Ria, Hungária, hanem az, hogy Ria, Ria, félperiféria. Nem viccből kérdezem. Köszönöm.
Igen, most már működik. Köszönjük szépen, és ezzel átadnám a szót. Megjegyezném, hogy kevés lesz ez a példány ott a végén, én már látom előre. De akkor átadnám a szót Szelény Ivánnak. Köszönöm szépen, én talán megpróbálnák enélkül beszélni. Nem. Lehet hallani? Az a probléma, hogy... Nem? Felvétel készül. Nem, nem, akkor kénytelen vagyok így, mert szerintem jobban, nehezebb érteni. És szeretek állva beszélni, hogy észrevegyem, hogy már hanyan aludtak el a beszédem alatt. Úgyhogy ezért szükségem van, hogy lássam a közönséget. Hát kezdeném egy szokásomhoz szíven egy ilyen introspekcióval, valami kis önéletrajzi megjegyzéssel. Én 2014-ben 39 évi kényszerű távoldejét után jöttem vissza az Újlipótvárosba. Hangsúlyozom, hogy hova jöttem vissza. Na most itt sok örömet találtam, kulináris örömöseket, mint a pozsonyi kis vendéglőt, és zenei örömöket, mint mondjuk a fesztivál zenekar. De tele voltam szorongással is ugyanakkor, mert hát én már valamiképpen a 60-as évek vége felé, közepétől elkötelezett voltam egy objektivitásra törekvő kritikai társadalom iránt, amelyik baloldali beállítottság. Itt a baloldali beállítottságot és az objektivitást nem állítom szembe egymással, Weber értelmében használom, aki úgy gondolta, hogy a kutatónak a dolga, hogy elmondja, hogy hogyan gondolkodik a világról, és utána azon belül igyekszik a legnagyobb objektivitásra törekedni. Szóval én valahogy így képzeltem. Na most úgy tapasztaltam, hogy a 80-as évektől, minthogyha ez a kritikai társadalomtudományi gondolkodás hanyatló félben lett volna egész Kelet-Európában, és azon belül Magyarországon is. Részben azért, mert megosztott az értelmiségi közvélemény egy liberális, de a neoliberális gazdaságpolitikával szimpatizáló gondolkodásmód, illetve én úgy szeretem mondani, hogy egy nemzeti radikális gondolkodásmód között, és egyiknek sem volt igazán rendszerkritikai tartalma. Na most, ami számomra 2014-ben kellemes meglepetés volt, amikor rájöttem, hogy van egy újabb fiatal generáció, akik itt is itt vannak most, gondolom, mint az átlagkor, az én életkoromnak durván az egyharmada, akik igencsak érdeklődnek a társadalom kritikai, rendszer kritikai gondolkodás iránt. Így keveredtem kapcsolatba a helyzetműhelyjel és Gagyi Ágnessel is, és az ő munkái iránt igen nagy szimpátia alakult ki belőlem. Én nem vagyok a helyzetműhelynek még csak tiszteletbeli tagja sem, de mondom, a számomra ami a munka, amit végeznek, roppant szimpatikus és úttörő jellegű. És annak is nagyon örülök, hogy ma este ennyi fiatal arcot látok itt, hogyha mondjuk ez egy MSZP vagy Fidesz beállítottságú könyvről szólna, akkor egészen más lenne a demográfiai összetétel. Úgyhogy ez volt a számomra a nagyon kellemes meglepetés. Na most annyit szeretnék még mondani, hogy ez az introspekció számomra egy fontos szociológiai módszer, mert a beszélőt elhelyezi a környezetébe. És a Gagyi Ágnes is ezt teszi, nagyon kiválóan leírja, hogy mi a kapcsolata a helyzetműhellyel, és mi az ő politikai és világnézete. Ez nagyon helyesen teszi,
erről majd teszek egy kis módosító megjegyzést később biekben. Na most ezek után el szeretnék mondani egy pár olyan fontosabb dolgot, amit én a könyvben nagyon fontos új megfigyelésnek látok, és úgy érzékelem, hogy ezek olyanok, amik a magyar társadalomtudományban, szociológiában vagy politikában, politológiában nem kaptak elég figyelmet. Az első mindjárt az első rövid fejezet, a társadalmi mozgalmak áttekintése és annak a Kelet-Európába való elhelyezése. Ez azért fölfrissítő, mert valami furcsa oknál fogva ez az egész téma, ami az Egyesült Államokban a 70-es, 80-as években a legnagyobb sláger téma volt, amikor én Madisonban tanítottam, minden második diákom társadalmi mozgalmakkal foglalkozott. Valami érdekes módon ez a téma kikerült a látóköréből a magyar és általában a kelet-európai társadalomkutatás részéről. Hogy miért, szerintem Gagyi Ágnesnek erre van egy egész jó hipotézise, hogy a társadalmi a mozgalmak helyett itt inkább a civil társadalom és az antipolitika volt a meghatározó, mint a társadalmi mozgalmak keresése. Egyébként Gagyi Ágnesnek a társadalmi mozgalmakkal való kritikai megjegyzése, hogy az is elmenekül a nagyobb kérdésekről és technikai kérdések felé orientálódott. Ebben sok igazság volt, ezen egy picit majd később fogok vitatkozni azért. Nem nagyon, csak egy kicsit. Úgyhogy ez szerintem önmagában is egy jelentős hozzájárulás, hogy a figyelmünket fölhívja egy kutatási paradigmára, ami valami oknál fogva a társadalmi kutatásban nem kapott kellő hangsúlyt. A második fejezet ugye a világrendszer szemléletbe helyezi el a társadalmi mozgalmak kérdését. Nem könnyű feladat, hiszen világrendszer szintjén nagyon nehéz társadalmi mozgalmakról gondolkodni. Gagyi Ágnes ezt kiválóan oldja meg, méghozzá úgy, hogy hangsúlyozza, hogy a globális hatásoknak mindig kontextuális, történetileg konkrét helyzetek közötti megvalósítása történik. Ez számomra rendkívül szimpatikus megközelítés. Ez egyik, én a magam részéről mindig távolságot tartottam a világrendszer elméletnek, különösen a klasszikus megfogalmazásaitól, mert azokat egy kicsit determinisztikusnak gondoltam. Különösen André Günder Franknek a Development of Underdevelopment, ugye az elmaradottság elmélyülése elmélete számomra egy leegyszerűsítően redukcionista és determinista fölfogás volt. Ehhez képest Gagyi Ágnes nagyon helyesen hangsúlyozza, hogy nagyon sokféle választ tudnak különböző társadalmak a globális kihívásokra adni. Az a gyanúm, hogy Wallerstein első munkájában is túlságosan nagy volt még Günder André Franknek a hatása rajta. Szerencsére Áginál erről szó sincsen. Itt majd megjegyzem, hogy ugye van egy kis hiányom, és ez olyasmi, amit Wallerstein kritikában is elmondtam, nevezetesen, hogy a Polányi Károly nem kap elég hangsúlyt. Sok szempontból ez a szemlélet közelebb áll Polányi Károlynak a megközelítéséhez, mint a korai Wallerstein megközelítéséhez.
Ezután foglalkozik a könyv a válságnak a kérdésével. És megint szerintem rendkívül fontos és innovatív módon. Mert elkerüli azt, hogy a válságot egyszerűen a gazdasági válságként értelmezze. Persze 2008 miatt látjuk a gazdaságnak a rendkívüli nagy hatását, ugyanakkor, ha én jól értem a könyvet, a válságnak a lényege hegemónia válság, inkább, mint pusztán gazdasági válság. Végül is 1945 óta a világgazdaságban számottevő növekedés volt, amelyik nem csak a világ központjára érvényesült, hanem periférikus és félperiférikus államokra is. Itt első számú példa persze 1978 utáni Kínának az alakulása, de az bizonyos, hogy egy lényeges hegemóniai krízis az, ami a világban kialakult. Úgyhogy ez megint számomra rendkívül fontos és érdekes megjegyzés. Ez követi egy rendkívül érdekes, gazdag elemzés a középosztálynak a kérdéséről, és annak a hangsúlyozása, hogy a középosztály az mint egy politikai vállalkozó osztály, amelyik a maga számára a felzárkózás ideológiáját választja ki, ami alatt a saját önérdekeit próbálja kifejezni. Tehát a középosztálynak, mint egy önérdeke, általános érdekként megfogalmazó ágensnek a hangsúlyozása nagyon jó. Hát én a középosztály kifejezést nem nagyon szeretem használni, mert nem tudom, hogy mi a középosztály. Egyébként Ágnes is utal erre, hogy hát a középosztály fogalma nagyon problematikus, és a világrendszer különböző helyein egészen más dolgokat jelent. Ezzel is teljes mértékben egyetértek. Én inkább értelmiségről szoktam beszélni, Ágnes bőségesen beszél róluk, és nem minthogyha én 50 év munkássága után jobban tudnám, hogy mi az értelmiség, mint 50 évvel ezelőtt tudtam. De hát ez egy másik dolog. Úgyhogy ez is egy szerintem nagyon jelentős hozzájárulása a könyvnek. Na most nagyon helyesen Ágnes a könyv végére hagyja a mi a teendőnek a kérdését. És itt megint egy számomra nagyon szimpatikus gondolatot fejt ki, nevezetesen, hogy az értelmiség önreflexiója helyett egy olyanféle új társadalomtudományra van szükség, amelyik nem odafigyel a másokra is. Én a magam részéről úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy a jó társadalomtudomány az, amelyik a hanggal nem rendelkezőknek hangot ad. Itt tulajdonképpen Marxra is utalhatnék, a jó elmélet mindig ad hominem. Az a jó elmélet, amit azok, akik nem igazán látják a saját érdekeiket és értékeiket, hogyha jó elméletet hallják, akkor azt mondják, aha, persze, hát az én vagyok, ez rólam szól. Ez a jó elmélet, és ez, ha jól értem, amire Ágnes is tulajdonképpen utal ezzel az új társadalom elmélet kialakításával. Úgyhogy ezek a dicsérő szavaim, van egy pár apróbb kritikai megjegyzésem. Egy nagyon apró kritikai megjegyzéssel kezdeném. Számomra majdnem azt mondhatnám, hogy kicsit fájdalmas volt, hogy Charles Tillynek olyan kevés szerep jut a könyvben. Számomra Charles Tilly a 20. század második felének a legkiválóbb társadalomtudósa volt, és egyébként történésze is. Volt idő, amikor a Michiganben 50 PhD disszertációnak volt az elnöke, azoknak a fele történész volt. Úgyhogy rá az, hogy ő nem értette a történeti kontextusokat, igazán nem érvényes.
Úgyhogy nem bántam volna, hogyha Chuck Tidyről egy kicsivel több szó esik. Egyébként a bibliográfia fantasztikus, megint mondom, Polányi Károly kivételére. De egyébként igen, lenyűgöző a bibliográfia. Na most a másik dolog, amit mondanék, ami ebben a körben gondolom, és az időm, ahogy látom, már le is járt, és a elnök mindjárt szólni is fog nekem, hogy hagyjam abba, az ebben a körben biztos nem lesz nagyon népszerű. Nevezetesen az, hogy a globalizációval kapcsolatban fontos lenne, hogy egy megfontolt mérlegelést végezzünk el. A globalizációnak nagyon sok a negatív hatása. Valóban hihetetlenül negatív hatása, hogy a tőke szabadul mozog a világban, a munkaerő viszont nem. Ha a munkaerő mozgásának a szabályai ugyanolyanok lennének, mint a tőke mozgásának a szabályai, mindjárt nem lenne olyan nagyon nagy baj a globalizáció. A másik dolog, amit hát erről írtam már egyébként egy provokatív cikkem, ami volt, akiknek tetszett, volt, akinek nem tetszett, az volt a címe, a nemzetállam ellenforradalma. És ezt azért hangsúlyozni szeretném, mert ilyen szempontból Áginak a baloldali és kicsit aktivista elkötelezettsége, megírtam ezt a szöveget, csak otthon felejtettem, szerencsére, mert akkor nem tudtam volna ilyen gyorsan felolvasni. Ott az volt ebben a nemzetállam ellenforradalmában, azt hangsúlyoztam, hogy azért a legnagyobb veszély ma a világban a nemzeti radikalizmusoknak a veszélye. És egyébként Ági érthető módon helyesen pozícionálja magát a térképen. Persze a baloldali mozgalmak iránt is szimpatizál elsősorban, és azokkal foglalkozik, pláne ez egy doktori disszertáció volt, hát ott annyival bizonyos mennyiségű témával lehet foglalkozni. Hogy foglalkozhatna a jobboldali mozgalmakkal? Csak az a nagy baj, hogy az igazán nagy társadalmi mozgalmak, legalábbis a leghangosabbak és a legerőszakosabbak, éppenséggel a politikai jobboldal és a szélső jobboldal, akiket én úgy nevezek, a nemzeti radikálisok között vannak. Megint olyat mondok, amiért biztos nagyon haragudni fognak rám. Sajnos Orbán Viktornak félő, hogy igaza lesz májusban, nevezetesen, hogy ez a nemzeti radikalizmus sok teret fog nyerni az európai választásokon, és ez az, amitől igazán aggódnunk kell. Ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a veszély nem egyszerűen az, hogy kinyitunk a világra, hanem az, hogy falakat építünk, és elzárjuk magunkat a világtól. De hát itt megint visszatérnék a Günther Frankre és a nagyon korai vallásrendre. Ez már nem igaz a vallásrend utolsó 15-20 évi munkásságára. Azért az ideál a Észak-Korea és Albánia volt, mert azok kizárták magukat a világrendszerből. Ez biztos, hogy nem az út, amit járni kell. Az biztos, hogy megint csak Polányira kell hivatkoznom. Polányinak igaza van. Vannak veszélyei a globalizációnak, azzal szemben ellenstratégiák kellenek, de ugyanakkor nem lehet a globalizációt leírnunk egyszerűen. Voltak pozitív eredményei, ilyen pozitív eredménye például az, hogy ma a világban az országok közötti egyenlőtlenség, nem egyének,
hanem országok közötti egyenlőtlenség kisebb, mint idáig volt, ha az országokat a lakosság számával súlyozzuk. Ez elsősorban Kína és India okozza, leginkább Kína, ahol azzal, hogy Kína Mao után kinyílt a világ felé, 600 millió ember emelkedett ki a nyomorból. Ez a számomra egy nagy emancipatorikus eredmény volt. Úgyhogy én csupán annyival fejezném be, hogy én szeretném a globalizációval szemben egy kiegyensúlyozottabb értékelés. Még egy megjegyzés ezzel kapcsolatban, Ági, valahol utal arra, hogy a jobboldali mozgalmak azok középosztályi mozgalmak lennének. Hát ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, nem tudjuk, nincsenek rendes adataik. Annyit tudunk, hogy a jobboldalnak sajnos vannak nem csak középosztálybeli támogatói. És ezzel is szembe kell néznünk. Donald Trump ugyan sikeresen elveszítette a legutóbbi elnökválasztásokat, 3 millióval kevesebb szavazatot kapott, mint az egyébként gyenge jelölt Hillary Clinton, de ugyanakkor az elektorok, akiktől elnök lett, sajnos olyan államokból jöttek, amelyek igen erősen munkásorientáltak, és nem véletlenül, mert ott a globalizációnak a negatív hatásai voltak a meghatározóak. Munkahelyek elvesztése, a reáljövedelmek csökkenése miatt mérgesek voltak a munkások, és hajlamosak voltak Donald Trumpnak a nemzeti radikális retorikáját megvásárolni és rászavazni. Hát ennyit szeretném volna elmondani, és köszönöm a türelmüket. Nagyon szépen köszönjük, az idő is beletartva, de a témák gyűlnek, úgyhogy gondolom, hogy majd utána még hosszas beszélgetésbe kezdünk. Addig átadom a szót most Kovány Belindának. Hát ahhoz mindenképpen csatlakoznék, hogy ez egy kiváló társadalomtudományos szakmunka, és ezt itt az előttem szólók már méltatták. Én egy kicsit más aspektusát méltatnám itt ennek a könyvnek, méghozzá azt, hogy ez a könyv ez rólunk szól. Rólunk, akik itt ülünk a gólyába, nem tudom, 2019. január, nem tudom, hanyadikán, azokról, akik úgy gondolják, hogy az a küldetésünk, hogy a hanggal nem rendelkezőknek hangot adjunk, meg akik azon gondolkodnak, hogy a Puskás-Ferenc stadionban majd lehet-e azt kiabálni, hogy ria-ria félperiféria. És az előszót, meg hát az egész könyvnek, de hát majd mondom, az Ági elmondja, tulajdonképpen a célközönsége is mi vagyunk. Ráadásul a tárgya is valamilyen értelemben mi vagyunk, tehát itt középosztályi mozgalmakról van szó, ami eleve már egy kicsit ilyen fura hangzás, már olyan értelmekben, hogyha az elnyomottaknak a felszabadításáról beszélünk, akkor a középosztály nyilván nem az elnyomottak közé tartozik. A középosztályi mozgalmakon belül is a baloldali mozgalmakról és rendszerkritikus mozgalmakról van szó, akik egy szociális programot hirdetnek és valamiféle emancipatórikus szándékot tulajdonítanak maguknak. Ez is a mozgalmaknak egy kisebb része, tehát tulajdonképpen egy nagyon kis réteget céloz meg ez a könyv, mint közönség is, meg tulajdonképpen ez a pici közeg valahogy ennek a könyvnek a tárgya is. És így olvasva ezt a könyvet, ez egy borzasztó nehéz könyv, nem csak olyan értelemben, hogy mert hogy így nyilván van olyan középosztályi értelmiségi mozgalmakról van szó jó részt, tehát hogy ez a közönség ez képes elolvasni ezt a könyvet, ami nagyon igényes társadalomtudományi szakmunkat, és olyan értelemben értettem, hogy ez egy nehéz könyv, hogy ez egy lelkileg nehéz könyv, mert több szempontból is illúzió romboló,
tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy miféle illúzióknak vagyunk itt magunk nem csak fogjai, hanem termékei, akik azt gondoljuk, hogy a mi dolgunk az a társadalomnak a jobbítása és az elnyomott csoportoknak a felemelése. És ez az illúzió rombolás, ez hogy mondjam, több szinten is megy ebben a könyvben. Az egyik, ami az Ariginek a fogalma, ez a fejlődésnek az illúziója. Hogyha ez a könyv végignézi azt, hogy milyen helyzetekben jönnek létre ilyen középosztálybeli mozgalmak, hogyan termelnek ki válsághelyzetek ilyen középosztálybeli mozgalmakat, ez ugye azt is mondja, hogy ezeknek a mozgalmaknak a létrejötte egyfajta társadalmi kontextushoz kötődik. Ráadásul máshogyan működnek ezek a középosztálybeli mozgalmak a centrumállamokban, ahol koncentrálódnak a gazdasági és katonai és politikai erőforrások, és máshogy működnek ezek a középosztályi mozgalmak, ahol mi is élünk, a félperiférián, aminek meg a célja azért alapvetően a centrumhoz való, hol reménytelen, de leginkább reménytelen felzárkózási kísérlet. Ez ezeknek a mozgalmaknak a társadalmi környezete, de egyúttal tulajdonképpen ez az, ami életre is hívja ezeket a mozgalmakat. És hát olvasva ezt a könyvet, az, hogy kénytelenek vagyunk úgy látni saját magunkat, meg azt a közösséget, amiben mozgunk, aminek a tétjei, hogy mondjam, a mi saját morális életünknek, meg érzelmi életünknek fontos tétjei, hogy azok tulajdonképpen társadalmi termékek, pontosan ugyanúgy, mint bármi más, és hát ilyen értelemben ezeknek a mozgalmaknak a hatékonysága, vagy tulajdonképpen voltak éppen itt célja, hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket, hogy nem tudom, itt is nyugati típusú demokrácia legyen jóléti állammal párosulva, vagy hogy nemzetközivé legyen holnapra a világ. Ez nagyon-nagyon sok szempontból illúzió. És most itt nem spoilerezném tovább ezt a könyvet. Nagyon, hogy mondjam, nagyon fontos olvasmány mindazoknak, akik ilyen mozgalmakban részt vesznek, és biztos, hogy egy nagyon-nagyon kiózanító olvasmány ezzel az illúzió rombolással együtt. De hogy itt azt hiszem az Iván, nem is tudom melyikőtök, hogy a mi a teendő fejezet az a végére maradt. Nekem egy fontos kérdés volt ezzel a könyvvel kapcsolatban, meg ezeken a dolgokon a helyzetművel együtt elég sokat gondolkodtunk, hogy tényleg mi a teendő egy ilyen helyzetben, amikor tulajdonképpen le van leplezve a mi tevékenységünk, mint egy középosztálybeli illúzió. Most ez itt nem hangzott el, vagy nem tudom mennyire ismeretesek ezek azok az értelmiség szociológiai tények, de az Iván elmondta, hogy az értelmiség, mint egy középosztálybeli pozíció, az a funkciója, és azt gondolja magáról, hogy az a feladata, hogy a hanggal nem rendelkezőknek hangot ad, de közben az értelmiség az elfoglal egy helyet a társadalmi struktúrában, ez többnyire egy középosztályi pozíció, de a saját érdekeit, a saját középosztályi érdekeit általában úgy tudja megfogalmazni, hogy úgy legitimálja, hogy valaki másnak a társadalmi érdekeihez köti. Az értelmiségi az, aki meg tudja mondani, hogy milyen a társadalom, illetve milyennek kell lenni a társadalomnak, hiszen ez a funkciója. És ez a könyv arra mutat rá, hogy a válság különböző periódusaiban hogyan viselkedik ez az értelmiség, mikor válik ez az értelmiség egy mozgalmi értelmiségé, mikor szaporodnak fel akár az ilyen jellegű hozzáállások, mint amilyen itt miénk, és hát ezt a válsághoz köti ez egy könyv, pontosan olyan helyzetekhez, amikor magának a középosztálynak, meg magának az értelmiségnek a társadalmi pozíciója rendül meg. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy az értelmiség a saját pozícióvesztését próbálja valahogyan úgy kezelni, vagy helyrehozni, hogy meg akarja változtatni a státuszkót, akár ilyen baloldali, vagy éppenséggel jobboldali mozgalmak keretében. Na, ez egy szomorú igazság, meg egyébként ezzel nagyon sokan foglalkoztak mások is, ami ennek a könyvnek szerintem egy tök fontos hozadéka az, hogy az utolsó fejezetben bemutat egy csomó
olyan szociálpszichológiai sajátosságot, ami ezeknek a mozgalmi csoportoknak, és nem is csak mozgalmi, most kérdés, hogy mit tekintünk mozgalmi csoportoknak, de inkább azt mondanám, hogy értelmiségi közegeknek, akár a baloldali értelmiségi közegeknek olyan sajátos jellemzője, és azt hiszem, hogy mindannyian küzdünk ezekkel a jellemzőkkel. De ilyen jellemzők például jellegzetesen, hogy ezekben a közegekben nagyon gyakori az, hogy megy egy verseny azon, hogy ki képviseli autentikusan a baloldaliságot, az elnyomott csoportokat, ki képviseli kevésbé autentikusan, ki a true baloldali, illetve ki az, aki csak úgy tesz, mint hogyha baloldali lenne. Ez nagyon jellegzetesen egy anyagi erőforrások hiány működő közegnek a működésmódja, ahol a legfontosabb ez a morális verseny lesz, hiszen a közegben való pozíciót csak a közeg többi tagja tudja visszaigazolni. Vagy ilyen, amit az Ágit nagyon sokszor emleget a könyvében, amit úgy emleget, hogy ezeknek a közegeknek a teatralitása, ami azt jelenti, hogy a saját tevékenysége az adott közegben, vagy a saját nézőpontja borzasztóan fontosnak és világméretű jelentőségűnek, vagy legalábbis országos jelentőségűnek van elbeszélve, holott valójában a valós tevékenység, tehát a konkrét, nem tudom, társadalmi változtatás az nagyon csekély, vagy egy nagyon-nagyon szűk kört ér el. Vagy ugyanilyen állandóan visszatérő és újra megvitatott téma, hogy miféle viszonyban van az a közeg, amelyik emancipálni kívánja a társadalom elnyomott, hátrányos helyzetű rétegeit, tulajdonképpen milyen viszonyban is van az elnyomott csoporttal, és akkor ugyanezen a témán keresztül lehet újra vitatni, hogy ki az, aki hitelesen képviseli az adott elnyomott csoportot, ki az, aki kevésbé hitelesen, hogyan járul hozzá saját tevékenységünkbe ezeknek az elnyomott csoportoknak a még inkább elnyomásához, és lehetne ezt folytatni. Ami ebben a könyvben szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a tüneteket, ezeket úgy mutatja be, mint egy rendszer szintű tünet, tehát hogy ez, hogy mondjam, ez nem ezeknek a közegeknek a hibája, nem arról van szó, hogyha megpróbálunk jobban odafigyelni egymásra, akkor ezek a tünetek majd kiküszöbölhetők lesznek, hanem azt mutatja meg, hogy egy ilyen kontextusban, egy ilyen globális kontextusban, aminek a tétjei mindig a helyi társadalom politikai meg egyéb érdekviszonyaira fordítódnak le, és egyúttal ki is takarják ezeket a globális egyenlőtlenségeket, az óhatatlanul ilyen közegeket fog eredményezni, ahol ez lesz ezeknek a vitáknak a tétje ebben a picibe szorított térben. Na, szóval ez a tudás szerintem egy borzasztó fontos tudás, egyrészt azzal együtt, hogy illúzióromboló, van benne valami felszabadító, hogy ezt látjuk, mint egy jelenséget, és ha látjuk, mint egy jelenséget, akkor valószínűleg tudunk ezzel valamit kezdeni. Másrészt pedig nagyon ajánlom ezt a könyvet minden mozgalmárnak, illetve mozgalmakhoz közel lévő társadalomtudós vagy nem társadalomtudós értelmiséginek, mert talán egy új alapot adhat, hogy ezeket az állandóan minket kínzó kérdéseket újra gondoljuk, és valami olyasfajta megoldást vagy választ tudjunk találni, amik, hogy mondjam, jobban illeszkednek a, hát nem is tudom mihez. Nehéz ezek után megmondani, majd az Ágit lehet, hogy megkérdezem, a világforradalomhoz valószínűleg nem, de hogy talán, akkor mondjuk talán így, hogy talán segítenek jobbá tenni magunk körül egy kicsit a világot, és nem csak a sajátunkat, vagy azt is. Na, szóval nehéz kérdésekről szól ez a könyv, de mindenkinek nagyon ajánlom. Köszönjük szépen! Én azt gondolom, ennyivel szeretnék hozzájárulni, hogy itt most biztosan nem szabad megállni. Ugye itt volt egy megnyugtató hír rögtön az elején, hogy egy beszédmód erősödik. A történelem bizonyos szükségszerűségei is ebben az irányban mondani, hogy meg kell erősödnie, de azért azt kellene tudni, hogy milyen történeti és társadalmi feltételek mentén válhat ez igazi történelmi erővé. És azt gondolom, hogy az Ági könyvét azért érdemes újraolvasni, mert el lehet azon gondolkozni,
hogy társadalmi cselekvők és mozgalmak jelen pillanatban hogyan pozícionálják magukat, amiből annyira lehet előre gondolni, hogy milyen társadalmi feltételek mentén válhatnak ezek igazából komoly erővészet. A beszélgetésén tehát folytatnám tovább, pont azért, mert amennyi vita téma itt előkerül, de előtte megadnám a szót Áginak, aki gondolom szeretne reflektálni erre. Nagyon köszönöm mindenkinek a méltatásokat és a megjegyzéseket. Van egy ilyen alapkiinduló pontja ennek a könyvnek, de hát nem csak annak, hanem amilyen gondolkodásban benne vagyok. Többek közt ezzel a könyvvel is, ami nem csak az enyém, hanem együtt csináljuk sok emberrel. És ezt most így elmondanám az elején, mert egy csomó válasz ahhoz megy vissza. És ez hát így egyszerűen kifejezve erről szól, hogy mire van a tudás. Hogy elvileg nem ebből a szempontból nézve, ahogy ezek a viták folynak, nem arra van a tudás, hogy még több objektív részletet hozzátegyünk az univerzális tudásbázishoz, hanem van annak egy helye, egy begyökerezettsége ilyen történeti társadalmi viszonyrendszerekbe, és amikor az ember tudást termel, akkor az a kérdés, hogy ezekhez hogy viszonyul, és ezeken belül mit csinál. Tehát ezek végül is így a klasszikusok, Gramsci, minden. Ez számomra, és gondolom, itt említett fiatal generáció számára, ez az ilyen új baloldali és mozgalmi tájékozódás, ami hát végül is így generációsan lehet látni azt, hogy ez megsokasodott. Tehát mondjuk, akik úgy nőttünk fel a rendszerváltás után, hogy már a rendszerváltás bukásában nőttünk bele. És akkor ott volt a kérdés, hogy ez mi? Mi hol vagyunk a világban, ez velünk miért történik? Ez az, ahonnan a könyv jön, mert ezekben a mozgalmakban és ezekben a beszélgetésekben szocializálódtam. Magyarországi, romániai, kelet-európai, ez az elsődleges közeg ennek, és ebben nagyon sokat jelent. Például Szelényi Ivánnak a munkássága, de itt ennek a könyvnek a szempontjából különösen az, ahogy az értelmiséget, az értelmiség útja az osztályhatalomnak, és azután is értelmezi. Tehát például a sok cikket lehet idézni, de például a második Bildungsbürgertum fogalma, vagy az a ciklikus kép, amit ad arról, hogy ha megnézzük, hogy mit csinál a kelet-európai értelmiség ilyen történeti fejlődési és válságciklusokon keresztül, akkor mindig újra fogalmaz egy modernizációs vagy fejlesztő ideológiát, aminek a politikai tartalma mindig változik. Tehát a 19. századi liberális tartalom után, a kommunista tartalom utáni liberális tartalom, és akkor ugye ebben a ciklikusságban ugye magunkra lehet ismerni, hogy az olyanok, mint én, mi is egy ilyen ciklikusságban vagyunk. Tehát hogy ez fontos volt, és ugyancsak nagyon fontos volt nekem is, és nekünk is. Az, ahogy Böröcz József, Meleg Attila az eszmélet használja, számunkra közvetíti, és Kelet-Európára alkalmazza azt, amit a globális rendszerről való tájékozódáshoz a világrendszer meg a hozzá közel álló hagyományok nyújtanak. Na és akkor ez van a könyvben, hogy ehhez a célközönséghez szól, az olyanokhoz, mint én. Ez igazából nem arra van, hogy objektívan leírjon egy társadalmi problémát, és azt jól ábrázolja, hanem arra van, hogy az olyanoknak, mint mi, van egy problémája. Én tudom, mert ilyenekkel való beszélgetésben készült ez az egész gondolat.
és ehhez ez egy hozzászólás. Na és akkor rátérve a megjegyzésekre, az egyik ez volt, hogy milyen érdekes, hogy pont Magyarország meg Románia végül is a félperiféria egy ennél nagyobb dolog. Hát ugye van a banális válasz, hogy kettő állampolgárságról miatt én románul tudok még, tehát akkor adja magát nyilván. Van egy vagy más rétege is a válasznak. Itt azt emelném ki, hogy miért volt nekem az fontos, meg izgalmas, hogy ezt egy magyar-román összehasonlításon futtassam végig, azt, amit módszertanilag szerettem volna mondani arra, hogy lehet gondolkozni a saját mozgalmainkról globális kontextusban. Egyrészt azért, mert Romániában az, hogy politikai felszínen mi számít jobb és baloldalnak, az a rendszerváltás után éppen fordítva alakult. És azért jól lehet elmondani azt, hogy ami a politikai jobb és baloldal, és az arra reagáló mozgalmi tartalmak, az hogy alakul, mint helyi sajátosság egy hasonló rendszerpozícióban, hasonló rendszerfolyamatokban való beágyazódás folyamán. Tehát ezt a szintezést, hogy bár egy társadalomban így nevezik azt a politikát, a másik rögtön mellette levő társadalomban meg úgy nevezik azt a politikát, a kettő miért ugyanannak a nagy folyamatnak a része. Ezt így ezen jól lehetett mutatni. És másrészt meg tényleg azért, mert számomra, meg erre a generációs beszélgetés számára, amire utaltam, az nagyon fontos, hogy tehát nekünk, ugye, mint helyieknek ez volt sokáig nagyon fontos, hogy ez a kérdés, hogy tudja Kelet-Európa félperifériaként elgondolni magát, vagy más szóval, hogy tudja Kelet-Európa úgy elgondolni magát, mint a globális történelem része. Mert az, hogy Kelet-Európa a globális történelem része, az folyamatosan egy ezt eltakaró, vagy különböző más ideológiai képekben projektáló tudásmódokban jeleníti meg. Illetve, hogyha a mozgalomkutatást nézzük, vagy bármilyen nemzetközi, nem világrendszeres disziplinát, akkor ott mindig az majd tudjuk, hogy mi a mozgalom, tudjuk, hogy mi a politika és mi a társadalom, ezek a klasszikus centrumtörténelmek, és a többi esetet leírjuk a szerint, hogy ott mi nem ugyanolyan meg, miért nincs mondjuk gyenge a civil társadalom, nem elég erősek a baloldali mozgalmak, nem tudom mi. Tehát amikor mozgalmakról megszólal az ember nemzetközi közegben, vagy helyi közegben próbál olvasni mozgalmakról nemzetközi dalmat, akkor mindig abban megy bele, nincs hova tenni benne a kelet-európai mozgalmakat. Tehát volt egy ilyen alapvető tényező, és ezért ennyire kelet-európa fókuszú, ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezen nem kell tovább lépni. Tovább megyek. Polányi hangsúly. Itt, ha még sok időm lenne, abban az irányban lennék el, hogy nekem annyiban inkább kézreálló a világrendszeres fogalomkészlet, meg annak az ilyen elemzési, meg empirikus hagyománya, mert amire Polányi általános fogalmakat ad, arra ebben a hagyományban találok eszközt, ami arra való, hogy tudom megmutatni, hogy a helyi specialitás hogy kapcsolódik az általános folyamathoz. Tehát ez az ilyen második szintű elemzés miatt elsősorban, de valószínűleg ezt a munkát el kell végezni, hogy ezt akkor viszonyítjuk a Polányi féle háttérhez. Charles Tilly ugyancsak egy abszolút találó megjegyzés. Ezen gondolkodtam, hogy miért maradt ki, és arra jutottam, hogy azért, mert valójában az, hogy a mozgalomkutatási mező logikája az eltávolodott a történetiségtől, és ugye ezt kritizálom a könyvben, meg minden, és ebben sajnos követem a mozgalomkutatási mező logikáját, mert ott vagy gyakorlatilag kilúgozódott Tillinek a történeti munkája, és az maradt, amit aztán a Dynamics of Contentionben, meg tehát ilyen általános összefoglaló módszertani dolgokban összefoglalt. Úgyhogy igen, ez valóban egy hiba. Ami egy fontosabb kérdés, a globalizáció és azzal szemben álló radikális nemzeti új protekcionista
politikák. Itt úgy értem, hogy az a fő mondás vagy kérdés, hogy, hogy miért gondolom azt, hogy ezzel szemben az antiglobalizációnak kellene állnia, inkább, mint egy lehetőleg globálisan nyitott kiegyensúlyozó politikának. Majd egyrészt van az, egyébként nem erről írtam a PhD-mat, hanem a globalizáció kritikus mozgalmakról még nagyon sok évvel ezelőtt, aminek még azelőtt még én is része voltam. És folyamatosan az volt, hogy mindenki mondta, hogy nem értjük, hogy miért vagytok globalizáció ellenesek, ti is használtok mobiltelefont, és a többi. De ugye ott az ötlet az nem az anti, hanem az alter globalizáció volt. Tehát ott eleve az volt a koncepció, hogy, hogy magát azt, ahogyan globális a világ, azt kellene a társadalmi szereplők számára előnyösebb módon csinálni, és a kevésbé csak a profit szerzésre. Na, és akkor itt, hogyha lenne vitánk, az szerintem nem azon lenne, hogy globális vagy bezárt, hanem azon lenne, hogy hát igazából a tőke viszonyról. Mert az, hogy egy kiegyensúlyozó politika, az valójában mi, mennyiben reális, abban milyen érdekek vannak, az globálisan hogy nézhet ki. A Marshall segélyt említetted az írott változatban. Tehát, hogy bizonyos értelemben az egy kiegyensúlyozó fejlesztő politika, más értelemben meg, hogyha a globusz más pontjait nézzük, akkor nagyon is romboló. Tehát, hogy milyen lenne egy globális kiegyensúlyozó politika? Egyáltalán lehet-e egyensúlyról beszélni ebből a szempontból? Illetve a mai helyzetben, amikor állítólag 5 év múlva élelmiszerválság, 10 év múlva meg civilizációs összeomlás várható, akkor milyen fajta kiegyensúlyozásra lehet számítani? Elnézést! És akkor a másik, ami ugyancsak egy kardinális kérdésre tapint rá, ez a balos vagy nemzeti radikális. Ezt a helyzetmérés kollégáim, mikor megbeszéltük a könyvet, úgy fogalmazták meg, hogy miért lősz ágyúval verébre, tehát hogy ezt az egész nagy izét, hogy mi van a világrendszerben, ezt miért kell kifejteni ahhoz, hogy ezeket a kicsi, minuszkulus kelet-európai balos csopikákat elemezni lehessen, amik mi vagyunk. És persze egyrészt jogos. Másrészt van ez a beszéd pozíció, amit már az előbb mondtam, hogy ez nem azért lett felvázolva, hogy a világ tanuljon belőle, mert ez egy objektív tudás, hanem azért lett felvázolva, mert ez annak a folyamatnak a része, hogy az olyan balos csopikák, mint mi, azok így mit tudhatnak a világról, és mi mit tehetünk nekünk. Mi, nekünk ez az érdekes, nem mi innen nézünk. Erre van az egész gondolat, meg eszközrendszer, ami a könyvben is van, de hát máshol is, tehát ahol így dolgozunk együtt, ott ez van. Na és mondjuk innen nézve ez, hogy, hogy miért nem beszélek arról, hogy tehát miért a balos mozgalmakról beszélek, mikor azok alig vannak, és miért nem erről a nagy nemzeti radikális vagy fasiszta fordulatról beszélek, ami most az egész világban van, és Magyarországon is. Beszélek róla, de tényleg eltörpül az elemző részekben. Az a helyzet, hogy nekem úgy tűnik, valószínűleg mivel ez visszatérő feedback, ezért ezt majd javítani kell, de nekem úgy tűnik, hogy a mi beszélgetéseinkben ez agyon van hangsúlyozva, elemezve, hogy ez nem egy hiány. Nekem pont úgy tűnt, hogy az egy hiány, hogy arról tudjunk többet, hogy az olyanok, mint mi, mik vagyunk, mint ugyancsak rendszerbe beágyazott szereplők. És akkor erre mindjárt rátérek, csak ennyi, hogy igen, a jobbos mozgalmak, hogy azok a középosztályiak. Én nagyon remélem, hogy ezt nem így írom. Ha így írom, akkor szándékom ellenére van. Amit gondolok, meg amit akartam írni, az volt, hogy a középosztály pozícióráról beszélek a globális válságban, és akkor ott többek közt következik az, hogy milyen okok miatt jobbos mozgalmakba csatornázódnak be. Azt éppen, hogy nem gondolom, hogy elsősorban a középosztály, vagy elsősorban bármilyen nagy társadalmi csoport lenne a jobbos fordulat
elsődleges mozgatórugója. Úgy gondolom, és ezzel nem vagyok egyedül, mert ez kb. A konszenzus ezekben a körökben, elemzői körökben is, hogy a jobbos fordulat alapvető mozgatórugója az a tőke, ami válságban van. És akkor annak a különböző frakció, és akkor itt el lehet kezdeni elemezni, hogy ki merre megy a mai válság körülményei körül. Na és akkor a legutolsó, ez a mi a teendő témakör. Egy, nagyon röviden összefoglalom, hogy mi ez a kör, ami a helyi középosztálybeli csoportok kapcsán kijön a könyvből. Hát végül is az, hogy ha megnézzük Kelet-Európa történetét, meg modern történetét, és hogy abban mi a középosztályosodás, mint egy ugye a felzárkózási projektum, mint sikertelen erőfeszítés egyik alapvető és ismétlődő eleme. És ezen belül mi a középosztály politizálódása, vagy a középosztálybeli politikák, mint többek között középosztálybeli mozgalmak, akkor az látszik, hogy van egy olyan ciklikus váltakozás, hogy a középosztálybeli ért, mint a centrumban olyan középosztálybeli pozíciók elérésére mobilizálódunk. Ez piaci, csak gazdasági alapon jellegzetesen nem sikerül a gazdasági beágyazottság adottságai miatt. És akkor vannak azok a momentumok, jellegzetesen válságkor, amikor a középosztály politikailag mobilizálódik, és akkor erre mondja, nem én, hanem Endrussy János, meg Szelényi Iván és mások is, hogy ilyenkor hirdetnek meg olyan politikai programokat, amik mások nevében beszélnek. De hogyha megnézzük, hogy mi történik a következő momentumban, akkor az történik, hogy jön egy konjunktúrafázis, kiépül valamilyen következő projektum, beágyazódik a globális folyamatokba, és ezeken belül a középosztály magának társadalmilag kiemelt pozíciókat foglal be. És hogyha megnézzük, hogy mik a középosztálynak, vagy egy másik ág, és ezeket meg kell egymástól különböztet, az én értelmiségiek által megfogalmazott ideológiák, akkor egy-egy forradalmi momentumban megfogalmazott az egész társadalom, vagy az elnyomottak érdekét előbbre vívő ilyen ideológiai mozgalmi fázis után, a beágyazódási fázisban azt látjuk, hogy például az állami redisztribúció jellegzetesen a középosztálybeli pozíciók fele való redisztribúció fele van torzítva. Az értelmiség ideológiák arról beszélnek, hogy hát fájdalmas, de így kell, mert nem lehet másképp, ezt érdemes vállalni, elsősorban nem ők vállalják. Na, és hogy hogyha ennek az ismétlődését nézi az ember, akkor nyilván a saját lelkesedésével, ami bennem is pont úgy megvan, kapcsolatban lesz egy gyanakvásra, hogy amikor én azt érzem, mint akinek az értelmiségi középosztálybeli pályája ellehetetlenedik a mostani válság körülmények között, hogy baloldali politikát szeretnék csinálni, akkor annak van egy a világrendszerben elfoglalt pozícióban ilyen strukturálisan történetileg adott tudattalan alapja, amin az ilyenek, mint én, tipikusan, hát végül is a saját osztálypozíciók átmentéséért szoktak ilyen jelleggel mobilizálódni. És ezt, hogy így nézzünk saját magunkra, ezt se én találtam ki, hanem többek közt az Ivánék könyvéből vettem. Na, és akkor jön az, hogy mi a teendő. Tehát miután az ember ilyen a kínos részleteket így felfedi magára, akkor utána mit lehet csinálni? Itt ez a szakértőiség, ez nem egy iránymutatás részemről, hanem ez csak az, amit leírok, hogy mit látok, hogy mi történik. Ezt egyébként 2016-ban tudtam, meg kaptam egy ösztöndíjat, és akkor sokat tudtam empirikusan nézni, hogy mit csinálnak különböző csoportok. Azelőtt csak onnan tudtam, mert együtt működtem velük, de azért, mint számomra kiderült az empirikus munkám során, ez elég sok mindent nem tett láthatóvá, mert az ember csak a saját pályáin mozog, hogyha résztvevőként mozog. Szóval, hogy ez egy 2016-os kutatás, 2017-ben írtam megírni, tehát nem egy
feltétlenül jelenbeli állapot a mezőnek, ezt írom a könyvbe. De az látszott, hogy tehát azt írtam le, hogy ez egy olyan momentumnak tűnik, az alapján, ahogy ezek az értelmiségi balos mezők működnek a magyar és a román kontextusban, és a két mező összes különbségeivel. Amikor van ez az értelmiségi strukturális kiágyazódás, és emiatt politizálódás, amiben az is van, hogy más társadalmi csoportokkal szeretnénk együtt valami nagy változást létrehozni, de még nincs meg egy új beágyazódás, együttműködések, valós kapcsolatok más társadalmi csoportokkal, és ezért vannak ezek a mezőtünetek, amit mindenki elmond, meg mindenki szenved tőle, ez a szimbolikus verseny, teatralitás, stb. És akkor az utolsó rész, meg ez új szakértőséggel csak azt írja le, amit láttam már akkor, és azóta ez elmélyült mind a két helyen. Ami arra vonatkozott, hogy ez alapján az újonnan felfedezett irány, meg érdeklődés alapján különböző csoportok mindenféle dolgot elkezdtek csinálni, és már nem abban a fázisban vannak, amikor kijelölték, vagy kitűzték a zászlót, hogy arra fogunk menni, hanem abban a fázisban vannak, amikor már konkrét projekteket csinálnak évek óta, és más emberekkel együtt. Legyen az lakhatási, vagy bármi más. És erre írtam azt, hogy ez a korábbi rendszerbeágyazottságból kiágyazódó csoportoknak ez egy új beágyazottságát csinálja, és olyan értelemben is új szakértőiség, hogy az a szakértelem, ami itt képződik, ugyancsak egy Gramsci értelemben másokkal együtt képződik. Tehát nyilván egy város mindenkiében nem olyan módon termelődik tudás, mint egy értelmiségi véleménycikkben, mert nem mondhatsz akármit, mert együtt beszélsz azokkal, akik ugyancsak jelen vannak, mint érintett tagok. És hogy ez, ezeknek a projektnek az elmélyülése és megsokasodása mutatja, hogy merre fele mehet tovább ez a dolog. És hát egyébként elég érdekes pillanatban ülünk itt, mert most van ez az új helyzet, hogy miután az Orbán-es tüntetési hullámok azok jellegzetesen középosztálybeli részvétellel zajlottak, most van a munkáról szó, rendszerváltás óta először van nyilvánosságban a munkáról szó, most a szakszervezetek felállnak, mint ennek az aktorai, tehát hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy a dolog, ez egy folyamat, ez halad előre, itt nem az van, hogy én megírtam, hogy a középosztálybeli az csak középosztálybeli, aztán hello, hanem ezt a folyamatot szerettem volna írni, és ennek egy részét láttam empirikusan akkor éppen, amikor csináltam. Nagyon szépen köszönjük, és akkor azt hiszem ez lenne az a pillanat, amikor kinyitjuk a beszélgetést, és mindenkit sok szeretettel kérnék, hogy tegyen fel kérdéseket. Természetesen a panel részvevői szeretnének majd még hozzászólni, de először most engedjük meg, hogy a közönségből hat kérdezzenek, tegyenek megjegyzést. Nem kicsi témák vannak az asztalon, tehát hogy baloldali csopikák és a tőke viszony, tehát hogy... Van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? Hol? Ott. Jó. Mikrofon. Nem, de az a baj, felvétel. Felvétel készül, bocsánat. Ez már egy másik világ. Urbán Iván vagyok, Futurbi. Köszönöm szépen, Ági, hogy ezt a könyvet megírtad, mert szükség volt erre az elemző munkára. Most azért is köszönöm Áginak, mert én emlékszem az indulására. Amikor beesett egy ilyen rendezvényre, ahol a közért és nem tudom milyen környékre, és egy ilyen sapkából ismerkedett a mozgalmárokkal. Tehát nem empirikus kutatás volt, hanem szó szerint beleesett az akciókba. Ez egyik. A másik fázisban is láttam már az elemző munkáját, ami számomra a kérdés, mivel a válság és az értelmiség középosztályról beszél, hogy a folyamatot elemzed, azt mondod a mondataidban, hogy látod-e azt, amikor megfordul az inga? Mert most
jobbra megy az egész világba, és ahogy Szelényében is mondtam, főleg a középosztály értelmiség jobb oldali válaszokat ad. Látod azt a pillanatot, vagy előre tudod jelezni, mert én jövő kutató is vagyok, hogy mikor fordul meg az inka? Köszönjük. Akkor meg Ági. Jó, csak nézem, hogy közben nem láttam egy kezet sem. Van-e itt? Amikor fordul meg az inga, ahhoz szeretnék hozzászólni, és azt hiszem, hogy nem lesz ellentétes az Ágnes pozíciójával, csak nagyon óvatosan kell eljárnunk. Szóval volt egy világtörténelmi korszakváltás, ami 79-80-nal a Reagan és a Thatcher asszonnyal indult politika történetbe, de azt hiszem Dahrendorf, a liberális szociológus mondása sűríti a legjobban a dolgot, hogy a szocialista szociáldemokrata évszázad vége. Tehát 1800-ben mondjuk a párizsi kommüntől a szandinistákig, vagy az államszocialista kísérletek bukásáig volt egy szocialista, szociáldemokrata, többnyire baloldali mozgalmak dominálta időszak, és ez fordult meg, és most már ugyan 40 év eltelt, és vannak bizonyos jelek, Ágnes is erre juttat el a figyelmet a magyar folyamatokkal is, de hát egyelőre világtörténelmileg nem ez a domináns. Viszont a feladat éppen az, hogy ahogy az USA-ba a neokonéra, ahogy Európába a neolibéra, az kitermelte a maga értelmiségét, tudásközpontjait, alapítványait, gondolkodásmódjait. Hát ez nem egy semmi, azt csinálni kell, ahhoz szervezni kell, ahhoz lépni kell, erőforrások is kellenek, eddig Kelet-Európa ebben sajnos nem járt az élen. De hát látni kell azt, hogy azért egy olyan dolog is van, hogy egy szellemi potenciál is mindenkor szükséges ahhoz, hogy aztán az anyagi erővé várjon, hogy adhomi nem tudjon demonstrálni, ugye, személyes szólóan tudja az emberek társadalmi helyzetét megmagyarázni, és hát ebben nagyon fontos dolgokról van itt szó, mert a globális értékláncban ezek a félperiférikus országok bizony nem nagyon fognak tudni felzárkózni, vagy konjunkturális mozgások ugye időnként vannak, meg szerencsés helyzetű egy-két ország, de egészében véve az, hogy ez egy egyenlőtlen hierarchikus világgazdaság, és az, hogy ma már nem csak arról van szó, hogy a tőkeáramlásnak az irányai és a centrumnak ebben a kölcsönösen függő világban ugye egy aszimmetrikusan előnyös pozíciója van, tehát pótlólagos erőforrásokhoz jut a világ többi részeiről, hanem arról is szó van, hogy a globalizált kapitalizmus gazdaságában a nemzetközi pénzügyi rendszer a legnagyobb újraelosztó. Szóval az, hogy a makrogazdasági irányítás és koordináció milyen a világban, ehhez, hogy kapcsolódik egy-egy nemzetállam, hát ezek döntő kérdések. Itt ezeket a helyzeteket meg kell értenünk, át kell tudni világítanunk, és biztos, hogy egy ilyen átvilágítás az Ági könyve is akkor, amikor látja azt, hogy itten a válságokra adott úgymond középosztálybeli értelmiségi csoportok ugye milyen irányokba tájékozódnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a történelemnek nincs vége, ez a 40-50 év, ez sem lesz örök, hanem van egy ciklikus mozgás is, amikor a szocialista-szocialisztikus gondolkodásmód, hogy úgy mondjam, a világtörténelmi aktualitás szintjéről leszállhat a stratégiai aktualitás szintjére. Na, ebben egyelőre csak reménykedni tudunk, de a saját eszközeinkkel azért próbáljunk meg hozzátenni ez valamit, tehát ilyen szempontból csak üdvözölni tudom a könyvet, és nagyon fontos Ivánnak az a figyelmeztetése is, hogy bizony az offenzíva az azért most a nemzeti radikalizmus és a nemzeti ellenforradalmaknak az irányzata. Ivánon kívül például a Manuel Castells-nek a könyvében is, szóval nagyon ragyogó jobboldali mozgalomelemzések vannak a Tea Party mozgalomtól kezdve a vallási fundamentalizmusokon át, amelyek elősegítették ezt az egész neokon dolgot.
Tehát itt a fundamentalizmusok egyéb formái is támogatják ezt a jobboldali orientációjú hegemóniát. Szóval, hogy úgy mondjam, a racionalizmus diskurzust is erősítenünk kell ahhoz, hogy a teret akarunk nyerni, és ez mindenképpen a tudománynak és a társadalomtudománynak, a filozófikus gondolkodásnak is a feladata. Köszönjük szépen, Adamik Mária. Röviden és nagyon leegyszerűsítve is, Ági, téged valószínűleg valami beszédmódok közötti átjárásra késztetve egyszerűen azt kérdezném, hogy az ilyen, és most Attilát idézem, baloldali csopikáknak és tőkés viszonyoknak van-e gender keretezése? Ha már a baloldali csopikákról sokszor hallom kívülről azt a hírt, hogy nagyon brutálisan problémásak a belső gender viszonyok, a tőkés viszonyokról nem beszélve, és feltétlenül nagyon más beszédmód az, ahonnan én most megszólalok, és hallom, hogy értem, hogy te másút beszélsz, de hát most mégsem maradhatnak ki, mondjuk, hát az asztal közül, körül is nők, férfiak ülnek, miközben mindenki nagy tudós. De azért mégiscsak szokott számítani. Számít-e valahol? Mindjárt megpróbálom visszatenni. Van-e még kérdés? Akkor egyszerűen visszaadom a szót. Arter Anna már. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt a sok hozzászólást, és nagy érdeklődéssel fogom olvasni Ági könyvét, és én is kapcsolódnék azok sorához, akik jó nehéz kérdéseket tesznek föl neked, de nem azért, hogy frosztlizzalak, hanem szerintem nagyon érdekes, és engem nagyon-nagyon érdekel, legalábbis is állnom beleütközöm. Tehát, hogyha arról van szó, hogy itt hogy nagyon jól explanáltad, és Jóska is, és mindenki felhívta rá a figyelmet, hogy itt a félperiféria jelent egy problémát, a félperiféria turbulenciája az, ami valami módon a történelemnek egyfajta hajtóerejévé válik, mert ott sűrűsödnek talán legjobban az ellentmondások. Ugyanezt talán igaz a középosztály helyzetre, ahogy mondtam, hogy a válságokban hogyan kerül be, vagy ki az adott struktúrából. Tehát, hogy úgy is mondhatom, hogy egy fraktálszerűen működik az a világrendszer, ahol mindig ez a köztes pozíció válik kulcs szereplővé. Hogy akkor vajon mit gondolsz arról, hogy a világforradalom, vagy úgy tetszik az áttörés, hol következik be? A világtörténelem múltja azt bizonyítja, hogy ez a félperiférián következett be. Ugye Marx szerint ez a legfejlettebb országok esetében szükséges az áttörésnek bekövetkeznie, és ez még azt is hozzátenném, hogy ez a probléma, hogy leváljunk-e a világrendszerről vagy sem, az Szelényi interpretációjában ugye egy ostobaság lenne, egy öngyilkosság talán az emberiség szempontjából, egy világrendszer elmélet, pontosan egy szamiramili interpretációban muszáj erről a dologról leválni. És valóban itt van ez a probléma, hogy ha a félperiféria, ez a köztes helyzet a kulcsa a fordulatoknak, vagy legalábbis ott jelenik meg a legplasztikusabban az ellentmondás, a társadalmi ellentmondás, mert ott is van eszköz erre, hogy megjelenjen, akkor vajon, és ez tényleg kérdés bennem is, hogy te mit gondolsz arról, hogy akkor nem logikus-e mégiscsak az, hogy leválni arról a centrumról, amelyik fogva tartja ezt a félperifériát, és ezért hát a köztes helyzet talaján mehet végbe majdan egy radikális fordulat. Nem tudom, hogy tudtam értelmesen, nem, akkor nagyon köszönöm szépen, Sárnyi. Köszönjük szépen. Böröc József csak. Csak két apróságot akartam már, amikor beszéltél, de most nagyon jól tematizálta a dolgot Anna Mari, és most előhívnám ezeket. Az egyik az, hogy válságként beszélsz az Egyesült Államok hegemónia vesztéséről. Hát ez valóban egy létező
perspektíva a szakirodalomban egy a több közül. Vannak egyéb interpretációk is. Van egy olyan interpretáció is, tehát az első interpretáció, tehát ugye azon nem nagyon van vita, hogy az Egyesült Államok veszt folyamatosan, hogy elveszítse a globális hegemóniáját. Helyesen utalsz arra is, hogy ugyanakkor egy korábban történelmileg nem látott helyzet van, mert a gazdasági és ideológiai hegemónia elvesztése a katonai fölénnyel kapcsolódik össze, és ezért különösen robbanik a helyzet. Most a három interpretációból az egyik az, hogy ez tulajdonképpen csak hegemóniaváltás, lesz majd egy új hegemon, egyébként a rendszer jellegzetességei amúgy fennmaradnak, csak hát más valaki fogja dirigálni a dolgot, integrálni, mondjuk így szépen, talán, kevésbé. Igen. A második alternatíva, hogy lesz valami, ami változik, de az már nem ez lesz, hanem egy másik fajta kapitalizmus lesz, tehát lényegét tekintve másmilyen rendszer lesz, van ennek a mostaninak egy laza kis 500 éves történelme, lehet, hogy az kifutott, most akkor átállunk egy másikra, és így tovább. És a harmadik feltevés az, hogy, vagy értelmezési lehetőség, az az, hogy sem egyik, sem másik, hanem vége az egésznek. Na most az utóbbit látszik alátámasztani az, hogy a katonai egyensúly fenntarthatatlan, a biológiai egyensúly fenntarthatatlan, és még vannak egyéb kisebb problémák, ugye a vízről nem is beszéltünk, tehát óriási konfliktus források vannak, ami azt eredményezheti, hogy pandemónium jelleggel, tehát tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hol, de valahol kitörnek háborúk, amelyek alapjukban rendítik meg a rendszert, és ennek következően egy új típusú rendszer áll be, nem biztos egyébként, hogy sokkal jobb lesz, mint ami eddig volt, tehát ugye ez a probléma ezzel. Wallerstein eredeti munkásságában azt várta, hogy szocialista világkormány fogja felváltani a kapitalista világrendszert, hát ez nem jött be eddig, de ez is lehetséges. Csak azért mondom, hogy ez nem olyan távoli ez a világforradalom dolog, mint amennyire most tűnik. Tehát ugye, hogy ezt mondani szokták, ugye amíg baj nem lett, addig nem volt baj. Tehát ugye ez lehet, hogy a saját vakságunk eredménye az, hogy nem látjuk. Most ezt magamra is mondom, sőt elsősorban magamra mondom. A másik dolog, amit akartam mondani így lábjegyzetszerűen, az az, hogy még mindig visszatérnék ez a félperiféria dologhoz. Nekem teljesen jogos az a kérdés, hogy te mondjuk elég jól megindokolod, hogy miért a baloldali mozgalmakkal foglalkozol, rendszerkritikus mozgalmakkal foglalkozol, engem nem zavar az, hogy a jobb oldalról nem írtál. De ezt magát, és jogos ez az ebben rejlő tipológia is. Tehát én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy a baloldal nem számítana, stb. Ez nem igaz, számít, és valóban így is kell beszélni. De ezzel együtt a magyarországi valósággal való rendszeres konfrontációm azt mondatja velem, hogy azért van egy másik téma is, amit pont a félperiféria fogalma hoz elő, nevezetesen olyan félperifériás kultúrában vagyunk, amely legalább 100-120 éve centrumnak képzeli magát. Tehát ilyen ideiglenesen, kényelmetlen helyzetbe került milliomosnak. Amúgy egyébként, hát ugye napi 16 órában melózik, hogy meglegyen a kaja, de hát ő tulajdonképpen alapjában, ő, ugye hát ő centrum, csak hát vagy még egyről nem alakult úgy, de most követeli rögtön a centrum helyzetet magának. És ezt azért mondom, mert ugye szerintem hallom, hogy fölnevetek, amit nagyon köszönök, mert ugye ez azt jelenti, hogy van egy ilyen aha jelentése ennek a dolog, hogy minden valamilyen tudnánk erre példát mondani. Én is azt a kellemetlen kérdést szeretném föltenni, hogy megkülönbözteti-e az általad elmondott baloldalt és a többi, hogy mondjam, a spektrum többi részén helyezkedő mozgalmakat egymástól. Ez a kritérium. Tehát, hogy jellemzi-e a baloldalt az, hogy túllépett volna ezen a mondjuk így magyar történelem alapján teljességgel holdkórosnak nevezhető ostobaságon, hogy mi alapvetően nekünk jogunk van centrumnak lenni csak azért, mert, és akkor itt most valamit mondhatunk helyette. Van egy rossz satszom is egyébként, hogy ez a rassz kategória hibás felfogásán alapul, de ebben most nem menjünk bele, mert ez egy másik téma lenne. Tehát azon alapul, hogy azt hiszi, hogy azért, mert pigment hiányos, az túl, hogy már fehér is, ami egy vicc. Köszönjük szépen. Én most nem látok több kérdést, és
Ennek van egy időkeretünk is, úgyhogy én most megadnám Áginak a szót, hogy válaszoljon, és utána pedig azt hiszem, hogy azt fogjuk tenni, hogy nagyon fogunk örülni annak, hogy akkor a könyvet a kezünkbe vehetjük. Köszönöm. Először a gendert. Való igaz, hogy amire én kíváncsi voltam, és ahogy ez a kérdés fel van vetve ezekbe a vitákba, ilyen makró szempontból, stb. Abból a szempontból maga az elemzésnek a logikája nem ez. Az, hogy ez bekerüljön az elemzés logikájába, nekem későn történt meg a feminista politikai gazdaságtan elsajátításához. Úgyhogy ez nincs benne. Ami egyébként a tereptapasztalatot illeti, tehát nem azt, amikor én a saját közegeimben, mint hal a vízben mozgok, és nem érzem a súlyát, hanem amikor ezt az egyéves interjúkat, meg hogy elmentem olyan helyekre, amik ugyancsak mozgalmi helyek, de korábban nem jártam oda. Én akkor, például ez volt az egyik számomra váratlan élmény, hogy például az, ahogy a magyar és a román mozgalmi szcéna másképp polarizálódik, annak milyen szinten elemi része az, hogy a gender hogy van. Hát politizálva, meg egy szubkultúra ezzel az összes strukturális ballasztal, amit leírok a könyvben, azzal terhelt szubkulturális normák, hogy jönnek ki másképp a genderen. És többek közt ott értettem meg, hogy nekünk is van gender szubkultúránk az én legbelsőbb közegemben is, amikor azt gondoltam, hogy ott, hál' Istennek, ez nem probléma. Úgyhogy abszolút releváns, és nincs benne a könyvben. A félperiféria, ezzel a félperifériás kultúrami centrumnak képzeli magát, és ezért nem tud nem reakciós lenni. Hogy ez különbözik-e az általam hivatkozó baloldali csoportok különböznek ettől. Én úgy gondolom, hogy egyrészt ez a fő rájövés, amiben mi egymásra találtunk, így nem csak a magyar és a román, hanem a térségben ez az új balos generáció, ami egyszerre egy osztály és egy ilyen világrendszerben elfoglalt hely reflexió, és ezt többen így is írták meg. Erről megírták az első PhD-ikat az emberek, amikor erre rájöttek, és így találtunk egymásra. Tehát az, hogy ugye a rendszerváltás után mélyülő válságban az én középosztálybeli családom, vagy az én középosztálybeli mobilitásom is veszélybe került helyzetű értelmiségiként. Én amikor megértem ezeket a dolgokat, akkor azt értem meg, hogy nekem nem jó ez a középosztálybeli illúzió, nekem nem ebbe az irányba kéne evezni, és azt értem meg, hogy a térségem a rendszerváltással nem felzárkózik, hanem betagozódik egy hierarchiába. Tehát ez megvolt, ez összekapcsolódott, de az, hogy ebből utána mi lesz, tehát ez nem egy lépéses, az, hogy utána a belső csoportbeli hierarchiák hogy alakulnak, a biográfiák hogy alakulnak, tehát egyébként ugyanígy a teljes nemzetközi baloldalról, meg akadémiai baloldalról is el lehet mondani, tehát hogy igazából a rendszer beágyazottság kútja az mélységes mély, és állandóan előjön akkor is, amikor már nem tudom mindent létrehoztunk, meg elméletileg kiküszöböltünk. És akkor itt rengeteg mindent lehet mondani, tehát hogy mondjuk úgy kerülhetsz be tanulni a marxista tanszékre, hogy felveszed a diákhitelt, és a marxista tanszék működtetői ezt továbbra is így működtetik, hogy az, hogy én baloldali értelmiségiként tudjak létezni, tevékenykedni és elmenni helyekre, ahova ilyenként el kell menni, ahhoz milyen szintű színházra, hazugságra, önsanyargatásra és mások előtti ilyen teátrális hamis önmutogatásra van, pávatáncra van szükség. Tehát, hogy mekkora rendszerbeágyazott hazugságtengert kíván, például az, hogy ma majd valaki baloldali értelmiségi legyen. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez bizonyos szempontból egy ilyen kásás, végtelen dolog, amin az önreflexió magában nem segít. Hanem az én tapasztalatom az, hogy amikor építünk struktúrákat, meg olyan szövetségeket, amik
amik lehetőleg tartósak, akkor az segíthet. Tehát amik arra vannak, hogy ne ebbe az irányba menjünk. Na és akkor a nagy kérdés, ami sok felől jön fel, és biztos, hogy nem mint hozzám intézett kérdés érdekes, hanem mint egy közös kérdés, hogy akkor mi van, megfordul-e az inga, mivel lesz ezzel a félperifériás turbulencia funkcióval a nagyválságon belül, egyáltalán a válság az mi. Gyorsan két részre hoztam a választ, az egyik az, hogy mi van a könyvben. Elsősorban az eréri féle gondolkodást követem azért is, mert az a szociológusként könnyebb, mert ott több szó van így a rezsim tartalmáról. És akkor ott ugye az a narratíva, hogy hát történetileg a modern világrendszer történetében az úgy volt, hogy egy hegemónia kiépülését, annak a válsága követi, és utána a hegemónia váltás, tehát nem világforradalom, hanem átalakul a szerkezete a felhamozásnak, de felhamozás tovább megy. És akkor ebben van most egy olyan, ebben a történetben egy olyan anomália, vagy a korábbi hegemónia váltásokra nem hasonlító adottság, ami az egyik, hogy azzal, hogy az USA elveszíti a gazdasági politikai hegemóniáját, azzal nem veszíti el a katonai hegemóniáját, és ez ugye egy veszélyes helyzet. A másik ilyen pedig a klíma. Tehát, hogy az, amit felhasználni, meg externalizálni lehetett, ennek a rendszernek a fenntartásához az nem lehet. És mindaz a társadalmi-gazdasági beágyazott hatalom, ami ennek a rendszernek a működtetéséből álló hatalom, és ezt használja, az nem abba az irányba megy, hogy megváltoztassuk azokat a folyamatokat, amik most már nagyon gyorsan egy klímakatasztrófához vezetnek. Tehát akkor mi van, hogyha a kapitalista világrendszer válságáról beszélünk, de hogy közben emberek vagyunk a Földön, és valahogy függ a... Na. Tehát hogy ennek a rendszerétől függ az, hogy tudunk-e enni, meg télen fűteni. Tehát hogyha ezek a dolgok változnak meg, akkor mi lesz? Tehát, hogy ebből a szempontból eddig megy a könyv, és utána nem kezd arról fantáziálni, hogy tehát akkor mi van, vagy mit kellene csinálni, mert én nem vagyok jövőkutató. De hogyha így beszélgetünk erről egy kocsmában, meg végül is ez a helyzet, akkor... Szerintem is az van, hogy az elemzés szintjéről kell tudni leszállni a stratégiai gondolkodás szintjére is. És ez most nem feltétlenül számomra, nem feltétlenül azt jelenti, hogy hogyan hozzuk létre a világkormányt 150 év múlva típusú stratégiai gondolkodás, mert nincsenek annyira, tehát ugye a változókat nem ismerjük, mert annyira turbulens a helyzet, hanem ezt a fajta elmélyülést érzékelem nem csak nálunk, hanem máshol is. Ami arról szól, hogy azok, akik nem csak a félelemig, vagy a politikai tiltakozásig, vagy követelésekig jutnak el, hanem valahogy építkezésként próbálják elgondolni ugyanezekről az alapokról azt, hogy mit lehet csinálni, azok csinálnak egy csomó dolgot ma a világon. És hogy azokat a dolgokat többé-kevésbé valószínűleg itt is tudjuk csinálni. Tehát az ilyen kölcsönösségi hálózatoknak a kiépítése, ezek összekötése lehetőleg olyan beágyazott érdekvédelmi formákkal, amik valamilyen erőt tudnak kifejteni a jelen rendszerbe. És akkor ezt ugyancsak a klímával összekötni. Tehát mindig... Mikor röviden kell példát mondani, akkor ezt a szakszervezetek az energiademokráciáért globális szakszervezeti szövetséget szoktam mondani, ami mind szakszervezeti szövetség csinál stratégiai munkát azért, hogy a létező iparból nem csak megújuló energiás, hanem gazdaságilag demokratikus vállalkozásokba lehessen átcsatornázni pénznek hatalmat. Tehát, hogy igazából ez egy nyitott tér, és ebbe be lehet lépni. Annak ellenére, hogy nagyon nagy baj van, vagy pont amiatt nem gondolom, hogy itt vége van a történetnek. Na
Nagyon szépen köszönjük. Én egy dolgot mondanék még, csak azért, hogy tovább vigyük a gondolkodást. Holnap egy újabb könyv bemutató lesz. A Táncsics könyvesboltban lesz 5 órakor Artner Anna Mária könyve. Őrkény, bocsánat. Rám kell szólni. Mindenesetre sok szeretettel várunk ott is mindenkit, hogy gyertek el és folytassuk ezt a gondolkodást. És akkor még egy nagy tapsot Gagyi Ágnesnek a könyvét. Köszönöm. Thank you.